Okay. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban azokról a könyvekről lesz egy kicsit szó, amik a 2019 május-júniusi érettségén szóbeli tételek. Részben azért, mert ez így számomra is egy kis ismétlés, hogy átismétlem, hogy melyik könyvben így nagyjából mi is történt, meg mi a lényege, meg kicsit tanulás is, meg mondhatni egy ilyen kis gyors tarpaló a többi emelt magyaros sorstársamnak, de igen, semmiképpen sem elég ahhoz, hogy valaki leérettségizzen, tehát hogy ez csak ilyen kis, nem tudom, mókázás, ismétlés, kb. Miben mi van. Nagyon röviden elmondom, vagy próbálom úgy nagyjából összefoglalva, hogy mi történik az egyes könyvekben, meg így egy-két dologra, amire emlékszek a tételekből, már még nem tanultam meg az összeset. Nem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a videó, mert 12 darab kötelező olvasvány van, vagy 12 darab könyv valami a tételekben kell, szóval előfordulhat, hogy így két videóra fogom bontani, és 6-6 könyv lesz egy-egyben. Egy ilyen hát figyelmeztetés az elejére, hogy a 12 könyvet én mindegyiket végigolvastam, és a 12-ből egy az, amire azt mondom, hogy tetszett, és úgy kb. 2 az, amire azt mondom, hogy nem volt túl rossz, és a többi meg ilyen nekem nem tetszett kategória. Nem vagyok a kötelezőknek túl nagy rajongója, úgyhogy előre is bocsánat, hogyha valaki az említett könyveket szereti, mert nem akarok senkit sem megbántani, csak nekem más élményem kötődik ezekhez a könyveknek, mint egyeseknek. Na, hát a kb. Tételek sorrendjében haladva, és ide ki fogom tenni, mert kb. Az összes könyvtári volt és nincs meg, úgyhogy csak borítót tudok bevágni. Szóval, az első kötelező olvasmány, ami tételben kell, az Petőfitől az Apostol. Hogyha valaki esetleg elmerne úgy menni emelt magyar szóbeli érettségre, hogy nem olvas el egy kötelezőt se, vagy esetleg így max. Egyet hajlandó, akkor az Apostolt azt ajánlom erre a pozícióra, mert az így egy óra alatt simán elolvasható. Másfél legyen maximum. Tehát, hogy 80 oldal verses kötet, vagy a verses, tehát, hogy nem sok szöveg van benne, szóval tényleg ezt a legegyszerűbb elolvasni. És egyébként meg történetügyileg arról szól, hogy van szilveszter, hát most bele fogok menni akkor ilyen tanult dolgokba, szóval négy szerkezeti egységre bontható föl a költemény, és az első részben ismerjük meg Szilvesztert, a családját, és ők nagy nyomorban élnek. A második rész, ami kb. Egy a leghosszabb, abban Szilveszter múltját ismerjük meg, hogy árva, aztán koldús volt, meg szóval ilyen hányattatott sorsú, és hát, hogy mi történt a múltban, ami elvezetett így a jelenlegi pontig, ahol vagyunk. A harmadik részben ott titokban kinyomtattatja a műveit, és ezért elfogják és bebörtönzik. És a negyedik rész pedig arról szól, hogy hát kiengedik, megkeresi a... Ja, most így... Hát, spoileres, bocs, előre is ezt elfelejtettem mondani, de igen, talán nem akkora probléma. Szóval a negyedik egységben meg az van, hogy megkeresi a felesége sírját, és utána merényletet követel a király ellen, de elbukik, és végül nyilvánosan kivégzik, és a nép örömújógásban tör ki ennek hatására. Igen, szóval így nagyjából ez az Apostol. Nem akarom nagyon túrogozni a dolgokat, úgyhogy menjünk tovább a második kötelezőre. Ez pedig Kosztolányitól a Pacsirta. Hát Kosztolányitól az édesanyám tetszett, úgyhogy kicsit sajnálom, hogy nem az a tétel, mert az még egy viszonylag jó könyv volt. A Pacsirtával meg az a problémám, vagy hát az volt a problémám, mikor olvastam, hogy rettenetesen unalmas, amit értem, hogy egy ponton az a lényeg, hogy az unalmas legyen, mert ő pontosan igazából arról szól, hogy a két szülő, mikor a Pacsirta elutazik vidékre, egy hétre így, hát próbálnak kicsit kitörni a lányuk miatt magukra erőszakolt életmódból, és kicsit kimenni a nagyvilágba, és ott visszatérni a régi énjükhöz, ismerkedni, meg ilyenek. De egyébként így nem nagyon történt benne semmi, mert én értem, hogy a lelki folyamatokra kellett koncentrálni a könyvben, mert az volt a lényege, hogy
mikor jön el az a pont a szülők életében, amikor már nem bírják tovább eltűrni azt, hogy ők egy olyan életmódot folytatnak, amit egyébként nem akarnak, kizárólag a lányuk miatt, mert a lányuk pacsírta, ez egyébként a beceneve, csúnyának született, és hogy ez rányomja a bélyegét az ő életükre is, és emiatt hát ők nem tudnak olyan életet élni, amit akarnak. De ők meg ezt vállalták, és akkor igazából az egész könyv, ami így egy hét eseményeit ábrázolja, arról szól, hogy a szülők így kicsit felszabadulnak, és aztán mikor pacsírta hazatér, akkor konkrétan minden ugyanúgy folytatódik, mint előtte. Tehát, hogy elindultunk A-ból B-be, de aztán visszatértünk A-ba. A harmadik könyv, így tételsorban, ami elolvasandó, Mikszáttól a Jó palócok, ami egyébként azokba tartozik, ami nem volt olyan rossz, mert kb. 100 oldal volt az egész, 15 novellával, amik egy viszonylag rövidek és viszonylag élvezhetőek voltak számomra. És egyébként meg Mikszátnak jó írásai vannak, tehát hogy így Mikszát az nem rossz, őt egészen szeretem. Hát nem fogom egyesével felsorolni, hogy milyen novellák vannak benne, meg hogy azokban mi történik, mert hát igazából nem olyan nagy művészet azért azt a könyvet elolvasni, mert tényleg nem hosszú. És egészen szórakoztató is. Hát a Jó palócoknak igazából az a lényege, hogy egy ilyen zárt kis közösségnek a történéseit jeleníti meg, és fiktív az egész, vannak benne babonák, anekdoták, jelenvilág, keverednek így a szereplők a történetek között, tehát hogy nem idősorrendben vannak a novellák, meg nem is kifejezetten kapcsolódnak egymáshoz szorosan, de így keverednek bennük a szereplők, meg vannak benne visszautalások. De tényleg, ezt még tudom is azt mondani, hogy egyébként szerintem ezt érdemes elolvasni, mert ez tényleg elveszhető volt. Oh, kedvencem jön. Atlit Gézától Az iskola a határon. Na most, hát ezzel a könyvvel már nem voltam barátságban, kezdve ott, hogy több mint 500 oldal, vagy majdnem 500 oldal, olyan 500 oldal körüli a kiadásai, és arról szól, hogy egy, nem egy, de tehát arról szól, hogy egy katonai iskolában vannak a gyerekek, és hát a tétel szerint arról szól, hogy ők hogyan, milyen lelki folyamatok, meg személyiség folyamatok, milyen átalakulások mennek végbe velük a katonai iskolában, és ezeknek még a következményei, előzményei, és akkor lényegében két narrációval van, és az a könyv az nekem nagyon kínszenvedés volt, mert ez a katonai iskolás dolog, ez amúgy se így a kedvencem, meg van róla így a magam véleménye, és így nem szeretem az egész koncepciót. Igazából éveken keresztül követjük őket, meg így az első napokban, ahogy próbálnak beilleszkedni, de hát elég barbár körülmények vannak, meg elég sok erőszak is van benne, ami azért nem így kifejezetten az én asztalom, és nem is szeretem, úgyhogy nagyon nem élveztem olvasni róla. És még mindig a katonai iskolás téma az nem, nekem nem fekszik. Persze ugye a könyvnek elméletleg az egész célja, hogy bemutassa, hogy az embertelen körülmények között is túl lehet élni, ha talál az ember magának egy megfelelő közösséget, de ettől függetlenül én még nem kívántam ezt a könyvet elolvasni. Az ötödik kötelező olvasmány Vörös Sándortól A psziché, ami egyébként számomra egy rettenetesen furcsa olvasmány volt. Tehát igazából Vörös Sándor elképzelt egy 18. századi költőnőt, akinek megírta a verseit, meg az élettörténetét a psziché könyvön belül, és hát az egy érdekes könyv, fogalmazzunk így. Konkrétan a 90% a vers, ahogy pszichének így alakul a költészete, meg versei vannak, legfőképpen az erotika és a szerelem témájában, és hát voltak benne érdekes pillanatok. Az egy roppant érdekes olvasmány volt ilyen téren. A hatodik könyv pedig Eszterházitól A pápai vizeken ne kalózkodj, ami elmondanám nagyon szívesen, hogy miről szól, de mivel posztmodern irodalom, és a posztmodernnek van egy olyan tulajdonsága, hogy nem olyan egyszerű megérteni, és én így 18 éves fejjel nem tudtam, szóval nem tudom, mi történik benne,
számomra csak egy csomó szó volt egymásra dobálva, és abból valami történet próbált kibontakozni, vagy nem is tudom. Nem tudom hova tenni. Az ilyenek nem tudnak nagyon megfogni, és nem is nagyon érdekelnek, és nem is nagyon szeretem az ilyeneket olvasni. Hát, kicsit elhúzódott ez a videó, úgyhogy majd egy második részben, amíg hátra maradt 6 könyvről is egy kicsit tárgyalok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és jövök a maradék 6 könyvvel.